keresztény családban nőttem fel, amelynek a tagjai minden bizonnyal értelmiségiként élték meg önmagukat. Ehhez képest egy nagyon különleges fajta zsidózás zajlott nálunk otthon, amit én utólag magamban zúgzsidózásnak neveztem el. Ez úgy zajlott, hogy zárt ajtók mögött a szüleim rendszeresen beszéltek arról, hogy ki hogy zsidó, mennyire zsidó, hogy néz ki ez, hogy lehet megállapítani, és természetesen a jellegzetes viselkedésük, a szokásos sztereotípiák. Ennek az egyik legérdekesebb verziója, vagy legkülönlegesebb verziója az volt, amikor leültünk a televízió elé, és édesapám, amikor úgy ítélte meg, hogy egy zsidó származású ember megjelent a képernyőn, akkor odamutatott a képernyőre, és mondta, hogy na, ez is zsidó. Egyebet nem fűzött hozzá, ellenben a hanglejtéséből azért érzékelni lehetett, hogy ez nem egy 100%-osan pozitív viszonyulás. És én ezt sok-sok éven keresztül tapasztaltam, tanultam gyerekként, olyannyira, hogy eljött az idő, hogy kiskamaszként kérdezgettem őt, amikor néztük a televíziót, hogy ő zsidó? Illetve előbb-utóbb már én magam is megállapítottam, hogyha úgy alakult. 13 éves koromban általános iskolát váltottam, ahol az történt, hogy a legjobb barátnőm nagyon hamar egy zsidó származású kislány lett. Ezt egyébként biztos, hogy nem tőle tudom, hanem nyilván apámtól, mert erről sokáig nem beszéltünk. Egy alkalommal feljött hozzánk a lakásunkba, és akkor én úgy éreztem, hogy eljött az ideje annak, hogy az én speciális tudásommal előrukkoljak és lenyűgözzem a barátnőmet. Úgyhogy bekapcsoltuk a televíziót, elkezdtük nézni az MTV-t, és izgatottan vártam, hogy mikor fog megjelenni a képernyőn egy általam zsidó származásúnak ítélt ember. Ez bekövetkezett, és mondtam neki, hogy büszkén kihúzva magamat, hogy na, ez is zsidó. Hát nem azt a reakciót kaptam, amire számítottam, vagy amihez hozzászoktam. Csend. Kikerekedett szemek, meglepődöttség, értetlenkedés, és emlékszem, hogy csalódott is volt nagyon, és egyetlen egy szót mondott. Egyetlen egy szóból állt a reakciója, ami úgy hangzott, hogy és? Azt gondolom a mai napig, hogy ennél tökéletesebb válasz nincsen. Másodpercek alatt 13 évesen megértettem ebből az egy kérdésből, hogy ennek, amit mi otthon művelünk a szüleimmel, semmi értelme nincsen. Hát ez maga a merő értelmetlenség, sehova nem vezet, semmit nem tanulok belőle, senkinek semmit nem tudok ezzel segíteni. Mindemellett pedig még azt is megértettem, hogy ez alkalomattán bántó is tud lenni, mint ahogy én is ezzel megbántottam akkor a barátnőmet. Úgyhogy én akkor ezt a családi szokást ott letettem, 13 évesen nem vittem tovább, és a mai napig sokszor gondolok erre az élményre, ami olyan hatással volt rám, hogy én ezt tényleg többet nem csináltam, és ezt a leckét nem a szüleimtől tanultam meg, hanem egy 13 éves kislánytól.